Isten áld meg a magyar, teljesen egyet tudok érteni. Jeszenszky Sándor vagyok, és bőven egy éve figyelemmel tudom kísérni az önkormányzati képviselők munkáját. Azt kell mondjam, hogy látom azt az erőfeszítést, amit a jelenlegi helyzetben és a megörökölt szituációban tesznek, és úgy gondolom, hogy ezek mind támogatandók, ezek az erőfeszítések. Biztos vagyok benne, hogy közösek a céljaink, egy a elképzelésünk, és egy oldalon állunk. Mi ebben szeretnénk minden segítséget megadni. Ugyanakkor nagyon nehéz helyzetben vagyok, amikor nem csak Gellérthegyi lakosként, hanem a kerületi Jobbik elnökeként nézem ezeket a kérdéseket, hogy nem értem, hogy bizonyos lépések hogy jönnek bele a többi lépés sorozatába. Mi is látjuk, hogy a jelenlegi kormány rettentő mennyiségű támadást éri, teljes mértékben sokszor alaptalanul, egy folyamatos összehangolt kampány folyik a kormányzat ellen. Ebben a kormányzatnak segítséget kéne találnia, és együtt kéne működni azokkal, akik vele egy oldalon állnak, és akik közösen tudnak fellépni. Mind a marketing területén, mind az összes többi területen. De amikor azt látjuk, hogy a legnagyobb probléma az, hogy buszszobrot állítsunk, most a legújabb feladat, ugye? Illetve amikor végre eljuthatnánk oda, hogy a pártállami múlt ügynök kérdését tisztázzuk és előhozzuk, akkor az erre benyújtott javaslatnál ön képviselő úr nemmel szavaz erre a törvényre, akkor egyszerűen megértjük. Nem tudjuk, hogy most ez hogy jön, akkor ide. Mi segíteni szeretnénk, úgy gondolom, hogy egy oldalon állunk, de ilyen körülmények között nem. Én azt szeretném kérdezni képviselő úrtól, hogy miért utasította el az ügynök listát nyilvánosságra hozatalát. Köszönöm szépen! Jó estét kívánok, Hajda Miklós vagyok, és szintén a Rétvári úrtól szeretném kérdezni, hogy itt szó esett a nemzeti alaptanterről, és ezt akkor szintén szembeállítanám a buszszoborral abban a tekintetben, hogy ön azt válaszolta az előbb, hogy Bush, mint amerikai elnök járt Magyarországon, és hát ezért szobrot érdemel. Akkor kérdezem, hogy Bush-csomnak miért nem állítanak szobrot? Ő is járt Magyarországon, sőt, ha jól tudom, Hitler is járt Magyarországon. És ha nem járt, akkor kérdettem. És van még néhány diktátor, aki járt Magyarországon, Bush sem kisebb ezeknél, mert ön is tudja jól, hogy a mondva csinált ürügy alapján kirobbantott iraki háborúban nem kevés ember pusztult el, tehát Bush mint tömeggyilkos járt Magyarországon. Valószínűleg itt az történhetett, hogy önök kaptak Washingtonból egy telefont, hogy Bush szobornak kell állni Budapesten, mint ahogy régen szobor is már Budapesten. A másik dolog a nemzeti alaptanterv. Buszszobor lesz Budapeste, de a nemzeti alaptantervből kimarad Rossalbert, kimarad Tormai Cecil, kimarad Herceg Ferenc, akik ugye nem kevés ilyen, ha nem magyarok születnek, már régen Nobel-díjasak lehetnének, ő nekik miért nem állít a kerület szobrot? Egyébként pedig Busz angolul bokrot jelent, a hiányzó sövények fejére le lehetne fektetni a szobrát. Köszönöm szépen! Csak nem mondja egy mondaton belül, hogy Magyarország javítsa a külföldi megítélését, és ne érdeződjön George Bush-tól. Mert ha valaki a kettő között összefüggésnek veszi észre, akkor szerintem alapvető hiányosságai vannak. Azért, ha valaki azt mondja, hogy akkor Bush-csak szobrot is állíthatnánk, akkor az költözön Bush-csak szovjet újuljára, és ne George Bush-nak az Amerikájába. Nem tudom, hol tudnék nyugodtabb körülmények között katolikus misét elmenni vasárnap. Bush Amerikájában, vagy a Bush-csak szovjet újuljában. Aki szerint a kettő ugyanaz, az kipróbálhatta volna másikat, és talán most nem lesz ilyen így erről. Akkor ügynök kérdés. Ugye volt egy saját javaslatunk, amiről a kormány nagy vonalaiban, fő belveiben döntött 2010. novemberében, decemberében, melyet megkonzultáltunk, melyet megvitattunk, veszőkonzultáltunk különböző szakemberekkel, és azt elutasították azt, hogy nem az a jó irányzat, a kormány abból visszakozott a saját javaslatából, és azóta is dolgozunk nyilván, hogy újjon. Majd az LNP beterjesztett egy olyat, amit a szocialisták is támogattak. Nem tudom, hogy kinek hiteles az ügynök törvény, amelyek a szocialisták számára elfogadható. Úgyhogy ezt sem tartották a szakértők olyannak, amelyik a kérdést
megoldja és rendezi nagy tekintetben, illetve mindig arra kell ügyelni szerintem ebben a kérdésben, hogy az ügynökök mellett jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni azokra a kuanta és társaikra, akik ezt a rendszert működtették. És nyilván valaki ügynök, azoknak egy jó része nyilván erkölcsileg elítélendő, de van olyan, én nem értem másnak abban a korban, akit megzsaroltak, és a többi. Láttuk ezekben a különböző tanulmányokban, mennyiféle úton, módon szerveztek be embereket, nem tudhatjuk azoknál. De akik, hogy pontosan ők most emberi gyengeségből, gonoszságból, vagy azért, mert zsarolták őket, hogy hazafiasok, ugye ilyen beszerzési cél is volt, melyikből szervezték be őket. De akik viszont a rendszernek a tiszti állományában, egyebekben voltak, azokról meg senki nem beszél, pedig ők voltak a rendszer igazi gondosság motorjai, ők voltak, az egészet üzemeltették. A terrorházában is nagyon jó ez a verőlegények fala, meg azoknak az embereknek a fala, akik ott kitalálták és verték az embereket, és megpróbálták különböző módon őket megtörni. Úgyhogy ott pedig szerintem erre kell a hangsúlyt fektetni, éppen ezért mi március 19-ig adtunk magunknak egy következő határidőt, 2 év múlva hétfőig, hogy addig határozzuk meg a fő irányait a mi saját javaslatunknak, nem az LMP-t szeretnénk elfogadni. A saját korábbi, bár sokak szerint jó volt, de a szakmai vitákkor úgy döntöttünk, hogy az sem oldja meg ezt a kérdést, ebben nem szabad hibás döntést hozni, mert nehezen javítható károkat vagy javíthatatlan károkat lehet okozni. Ugyanez volt a saját korábbi javaslatok körültestesen és az elemzésében is. Én bízom, hogy 19-én jobb irányokat szavunk, és utána pedig lesz egy saját felvetése, saját törvényjavaslat és később a Fidesz-KDNP-nek, amelyik ezt a kérdést alapvetően tudja rendezni, illetve az alaptörvény átmeneti rendelkezésekben elfogadtuk a Nemzeti Emlékezet Bizottság felállításáról szóló szakaszt, amely szintén a múlt feltárását szolgálja. Én mai, vagy ezen a héten is találkoztam két litván képviselővel, akik itt voltak Magyarországon, és pontosan arról is beszéltünk sok minden közigazgatási és egyéb kérdések kívül, hogy ő náluk ez hogyan zajlott, miként tették meg. Nyilván nem lehet egyezetet átültetni, mert ott az orosz-litván konfliktussal is ez édesen korrelál, de ettől függetlenül az ő tapasztalatokból is tanulunk, illetve 3-4 hete hívtunk el a Lengyel Nemzeti Emlékezet Intézetnek, a Lusztrációs Irodájának a vezetőjét, vagy főosztályvezetőjét, akivel szintén ezeket a tapasztalatainkat kicseréltük. Tehát mi ezen folyamatosan dolgozunk, haladunk előre. Nyilván az a múlt év nem elsősorban erről szólt, az alaptörvényről, sarkatos törvényekről szólt, de igyekszünk ezt a kérdést is rendezni, de nem feltétlenül úgy, hogy a szocialistáknak is tetszen, mint az LMP javaslata. És azért a Fidesz-KDNP-nek a rendszerváltáskori helyzetét, a kommunistákkal való szembenállását és az elmúlt években való tevékenységét is szerintem nem lehet kétségbe vonni, legyen szó akár a BTK módosításra, amikor a kommunizmus bűneinek tagadását ugyanígy büntethetővé tettük, vagy a nemzeti összetartozás napjának a bevezetését, az alkotmány átmeneti rendelkezéseinek az egyes passzusait, pontosan a múlt rendszer örököseiről, az, hogy az alaptörvény a szovjet megszállás idején teljes mértékben kiveszi a magyar jogrendszer szerves fejlődéséből, és azt egy törvények kívül időszaknak mondja, hogy törvényt is hoztunk, és az átmeneti rendelkezésekben is rögzítettünk, hogy a kommunista időben elkövetett bűnöknek az elévülése mindaddig az elmúlt 20 évben is nyugodott, ameddig nem lehetett azokat jogi akadályok miatt végigvinni. Ezek mind-mind is, hogy sorolhatnám, hogy mennyien intézkedésünk volt, ami pont ezeknek az embereknek a számunk kérhetőségét és ezeknek a bűnöknek a nyilvánosság elé tárását szolgálták. Úgyhogy én gondolom, hogy ebből hitelességünket kétségbe vonni nem lehet. A jó jogi megoldás viszont valóban az előző évben kevésbé kerestük, mert sok más egyéb feladatunk volt. A nemzeti alaptantervben pedig hát éppen az a támadási felvetelene liberális és sok más oldalról, de akár szakmai fórumokról is, hogy miért, hogy is mondták, hogy 19. századi nemzeti alaptanterv, mert a nemzeti irodalomnak a nagyobb alakjait domborítja ki, és azokat hozza elő, és miért nem kortárs, hát most nem nemzeti neveket, mert a végül forró lenne hangulat, miért nem bizonyos kortárs íróknak, költőknek jelennek meg benne az írásaik. Tehát ez úgy gondolom, hogy valakinek azt hiányzik, hogy miért nincs benne elég nemzetíró, másoknak az, hogy túl sok nemzetíró van, mert elfogortásokat kell vetni, szerintem akkor jó helyen van, mert a kettő között középen lehet, a jobbról is, balról is.